A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőket, vasárnap ismét érdemes lesz az eget kémlelni, megrendezik ismét a Burgundy légiparádét. Vendégeim a stúdióban Szilárdi Dezső, az Albatrosz Repülőegyesület elnöke, és Józsa Dávid, világbajnok műrepülő vagy műrepülő világbajnok, a szakosztály vezetője. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Hát megint eltelt egy év, kb. Mindig így szoktunk találkozni, hogy egy kicsit bevezessük a nézőket abba, hogy mi minden fog történni a repülőnapon vagy a légiparádén. És mindig az első kérdésem az az, hogy ugye most ez már 29. alkalom lesz, hogy megrendezik ezt a repülőnapot, hogy annak idején hogy is kezdődött ennek az egésznek a története? 1995-ben sikerült megállapodnunk a honvédséggel, hogy igénybe vehetjük a Burgundy repülőteret. Kaptunk is hozzá egy tűzoltó szertár épületet, ahol az akkori egyesületben lévő sárkányrepülőket tudtuk tárolni, és úgy alakult, hogy akkor felvetettük a lehetőséget annak, hogy egy repülőnapot tartsunk, amiben partner volt az akkor még ott állomásozó honvédség is. És visszanéztem azokat a felvételeket, van róla kép. Hát bizony én is elkezdtem mosolyogni, hogy egyetlen hogy merészeltünk mi vállalkozni egy repülőnap megszervezésére ahhoz képest, amilyen követelményeknek ma meg kell, hogy feleljünk, és meg is felel a Burgundy légiparádé. Teljesen amatőr módon indult a 95-ben a repülőnap, és aztán az évek folyamán a tapasztalatok alapján, más repülőnapok által nyújtott tapasztalatok alapján azért egész profi rendezvényre sikerült felhoznunk a repülőnapot. A légiparádén pedig olyan repülésben ismert neves személyiségek vesznek részt, ami azt gondolom, hogy nagyon sok embernek az érdeklődésére tarthat igényt. Tegnap kikerült a program, láttam, hogy megint nagyon-nagyon sok minden lesz ezen a napon. Mennyi idő ennek az előkészítése ennek a légiparádénak? Mekkora munka van minden mögött? Tulajdonképpen, amikor a repülőnapot lezárjuk, már kezdődik a következő évi előkészítés, hiszen számtalan produkció van, amit már január táján le kell egyeztetni, hiszen ezek a repülőgépek és ezek a pilóták nem csak hazánkban közkedveltek, hanem külföldi repülőnapokon is. Számtalanszor egybeesik a Burgundy repülőnap, esetleg egy közeli országban lévő repülőnappal is, és hát sajnos akkor a pilótákon osztoznunk kell. Sok úgy érkezik majd ide is, mondjuk Vári Gyula személyében, hogy külföldről fog jönni, hogy megtartsa a bemutatóját, tehát hosszú előkészítő munkát igényel. Mi az, amit ilyenkor néznek, mint szempont, hogy egy kicsit a régi gépeket megmutatni, vagy a nagyon újakat is be lehet mutatni? Mi az, ami ilyenkor így a fejekben vannak? Próbáljuk mindig összerakni, úgyhogy meg legyen az egyensúly, mindenki megtalálja azt, ami neki igazán tetszik. Ami idén ad egy apropót, hogy idén 50 éve költözött, tehát a könnyű helikopteres alakulat Szentkirály Szabadjáról Burgundre, és a helikoptereknek emiatt azért még Fehérvár környékén mindig nagy jelentősége van, sokan látogatnak ki azért, mert volt kötődésük a régi katonai alakulathoz. Itt lesz mind a két helikopter, ami egészen a 90-es évek elejéig, 1990-91-ig, amikor az alakulat elköltözött Szolnokra, itt szolgált az a Mi-2-es, illetve a 80-as évek végén kimondt Kamuf 26-os, de a Magyar Honvédség szolnoki bázisáról itt lesz az egyik legmodernebb helikopter, egy Airbus H145M is. Lesz egy magyar fejlesztésű könnyű helikopter, akinek a berepülő pilótája 1982-ben itt Burgundön kezdte el a helikopteres repülést, és lesz egy modern, szintén Airbus helikopter bemutatója, egy Airbus 355-ös
355-ös így van. Tehát a helikoptereket is próbáltuk összerakni, hogy legyen benne régi, ami Börgönthöz kötődik, illetve a Magyar Honvédségnek az egyik legmodernebb, vagy a két típusból az egyik helikoptere. De ugyanaz igaz a műrepülésre is. Itt lesz Verez Zoltán egy modern amerikai MX-es típusú műrepülőgéppel, Vári Gyula, aki azon felül, hogy a magyarországi repülőnapok egyik nagyon várt produkcióját szokta hozni, onnan ismerős, hogy volt katonai pilótaként MiG-21-est és MiG-29-es repült, a MiG-29-essel számos díjat nyert angliai bemutatókon, de itt is lesz egy egészen új, egy magyar fejlesztésű, a Genevationnek a GenPro elnevezésű motoros műrepülőgépe, ami magyar, és reméljük, hogy előbb-utóbb majd versenyeken is találkozhatunk vele. Tehát mondhatjuk, hogy egyébként a Földön is nézhetjük ezeket a járműveket, és ugye lent a Földön is. Így van, tehát statikus és dinamikus bemutatók is lesznek, és azok a honvédségi gépek, akár az Airbus H145M, akár az Link 242L, a dinamikus bemutató után a Földön statikusan is megtekinthető lesz. Ez azt jelenti, hogy be is lehet menni egy kicsit ezekbe a gépekbe? Nem, ezekbe a gépekbe nem. Tehát ahhoz, hogy valaki beüljön egy ilyen gépekbe, ahhoz olyan műszaki személyzet kell, aki utána ellenőrzi, visszaállítja, és utána repülhet újra. Lesznek olyan repülőgépek természetesen, amiben be lehet ülni, ezekbe a honvédségi repülőgépekben nem. Sok program lesz egyébként még lent a Földön is, hogyha jól tudom, így egész napra elosztva színes programok várják az érdeklődőket. Mi minden lesz? Hát a Földön számtalan produkciót lehet majd látni, hiszen a hagyományőrzőktől kezdve a fegyverbemutatókig, íjászatig sok minden lesz. Talán most első alkalommal a szintén most alakuló területvédelmi egység bemutatójára hívnám fel a figyelmet, aminek az önvédelmi része az a színpad előtti területen fog megtörténni. De lesz egy dinamikus bemutatójuk, ami egy utáteresztő ponton történő atrocitást fog imitálni, ahol is a katonai ellenőrző ponton át kíván törni egy jármű. Ennek a bemutatója fegyverekkel fog történni, vaklőszerrel, tehát hasonló lesz, mint a valóságban, mikor egy terrorista vagy egy rossz akaratú ember át akar törni egy ilyen ponton. Ezen kívül színpadon lesz azért a hölgyeknek is látnivaló, hiszen egy tánccsoport jön, akiben világbajnokok is lesznek, úgyhogy ez is érdekes műsor lesz, és a tavalyi tapasztalatok alapján mondhatom, hogy a pódium beszélgetések, ahol érdekes emberek szólalnak meg, és pilóták, akik majd bemutatót is tartanak, velük is lesz beszélgetés. Tehát számtalan érdekesség lesz majd a Földön is, és aki nagyon elfárad, annak pedig a gasztroudvar fog rendelkezésére állni óriási kínálattal. Mikor kezdődnek a programok, mikor lesz a megnyitó, mikor érdemes kilátogatni? 8 órától lesz kapunyítás, és azt javasolom, főleg azoknak, akik szeretnének sétarepülni, és hogy időben jöjjenek ki, mert akkor még hosszú sorban állás helyett azonnal tudnak csekkolni a repülőgépekre, és a kijutás is könnyebb lesz, hiszen azért ismerve az elmúlt évek tapasztalatait, 10 óra környékén azért eléggé lelassul ez a kétsávos út, és nehezebb a bejutás, mint hogyha valaki időbe érkezik. Hogyan segítik egyébként a közlekedés? Mert a jótól nem csak ugye autóval lehet kijutni a helyszínre, hanem van busz is. Igen, javasoljuk a piactéri autóparkolóból a buszjárat igénybevételét, retúrjegyek válthatók, és annál is inkább javasoljuk, hiszen két oldtimer Ikarus busz lesz az előző évekhez hasonlóan forgalomba állítva, egy Ikarus 311 és egy régi időket idéző városnéző busz fogja kivinni az érdeklődőket. Akkor a megnyitó az hány órakor lesz, és utána mi fog történni? 10 órakor lesz a megnyitó. Honvédelmi miniszter úr és polgármester úr fogja a megnyitó beszédet tartani, majd ezt követően a légcsavar kegyeleti helynél egy megemlékezést tartunk, azután pedig koszorúzás lesz majd a repüléstörténeti emlékműnél, amit a repüléstörténet századik évfordulójára állított a város.
Mit lehet elmondani így a légiparádé vagy a repülőnapok történetéről, hogy mennyire nő mondjuk így a látogatószám, vagy mit lehet elmondani, mennyien voltak mondjuk tavaly előtt, van egy ilyen, hogy lehet tudni? Növekvő számú közönség van, ezért is kellett a behajtást átalakítanunk, hiszen a városból kivezető út az egy keskeny keresztmetszetű út, és változik az érdeklődők része is. Nagyon sok gyerek, fiatal jön ki, akik aztán kicsit megmérgezve a repülésnek az élményével, sokszor viszont látunk a repülőtéren, akár egy vitorlázó repülő kiképzés kapcsán is. Vannak ilyen növendékeink, akik már repülnek, és valamikor egy repülőnap fogta meg őket. De a közönség is különböző adatok alapján látjuk, hogy az ország minden részéből érkeznek Börgöndre. Hát ennek próbálunk eleget tenni, hogy természetesen a terület adott, a program színes, úgyhogy mindenkit ki fogunk szolgálni. Ugye mondta itt a gyerekeket, és én szerintem is így van egyébként, hogy nagyon sok gyerek látogat ki, és biztos, hogy nagyon sok gyereket megfognak ezek a gépek, sőt a pilóták. Lehetőség van arra, hogy beszélgessenek mondjuk önnel ott a helyszínen ezek a gyerekek, és feltetik a mindenféle kérdésüket? Így van, lesznek olyan repülőgépek, akár az új hangárban berendezett repülés történeti gyűjteményben, ahol be lehet majd ülni a MiG-2-es típusú helikopterbe, de a MiG-15-ös mellett is várják majd repülőműszakiak, mellette ki lesz szállítva, lesz berendezve egy sisak kiállítás, pilótaruha kiállítás, tehát ott folyamatosan tudnak érdeklődni, és lesznek olyan repülőgépek is, amelyikbe be lehet ülni. Hány éves kortól lehet egyébként kiképzésen részt venni mondjuk egy gyereknek? Vagy... Vitorlázó kiképzés az 14 éves az alsó kor. Mi azt szoktuk mondani, hogy a 14 évesen elkezd kijárni, akkor a következő évben már lesz annyi elméleti tudása. Azért itt vannak olyan fizikai, matematikai dolgok, amiket nem minden iskolában tanítanak. Itt azért vannak olyan dolgok, ami annál több kell. És ha egy évet kijár, látja az üzemet, látja azt, hogy egész nap kint lenni a napon, ki lenni a szélben, akkor a következő télen föl tud úgy készülni, hogy 15 éves korában már nyugodtan el tud kezdeni repülőkiképzésen részt venni, és utána, ahogy halad, akár egyből az egyedül repülésig is eljuthat, és nem kell vele várni mondjuk arra, hogy még betöltse mondjuk azt az életkort, ami az egyedül repülésnek a feltétele. Ezt hogy kell elképzelni, hogy milyen időközönként találkoznak, vagy hogy van egy ilyen tanfolyamnak, hívjuk ezt? Vagy, hát a tanfolyam vagy... ugye az alapvetően télen van, azzal nem a repülésre alkalmas időt szoktuk használni. Október, november, december, attól függ, hogy jönnek össze, hányan vannak, elkezdjük az elméleti képzést, az négy hónap. Ennek általában ilyen április környékére vége van, elméleti vizsga, megvannak azok már, akkor már ki lehet újra menni a reptérre, tehát nem hideg van télen, nyírkos, esős idő. Ki lehet menni a reptérre, megtartjuk azokat a foglalkozásokat, földi előkészítéseket, amihez hangár kell, amihez gép kell, és utána elkezdjük a gyakorlati képzést. Idén már számtalan, most így meg tudom mondani, hány egyedül repülőnk volt, C-vizsgásunk, szakszósunk, koszorútávosunk, és akkor szépen attól függően, hogy utána jellemzően hétvégente, vagy a táborokban, ott szombattól következő vasárnapig folyamatosan 9 napig repülünk. Ugye lehet ez a repülőnap arra is jó, hogy a kicsiket megfogja, de lehet arra is jó, hogy egy kicsit nagyobbakat megfogja a repülés iránt érdeklődve, vagy érdeklődést felkeltve. Ugye, ha jól tudom, akkor az is egyfajta cél, hogy ugye a honvédségnek a pilótákat megtalálni. Így van, részt veszünk most már negyedik éve a Honvéd Kadét programban, illetve a Honvéd Kadét program mellett működő Kadét Pilóta programban. Kadétjaink is vannak, akik már egyedülrepülők, idejiek. Volt egy kadét kiválasztó táborunk, volt egy második táborunk, ahol itt volt egy katonai kiképzőgép Szolnokról. Ott a fiatalok megismerkedtek avval, hogy milyen a repülés mellett milyen lehetőségeik vannak a katonai repülés területén, hogy működik az egyetemi képzés, hogy működik a repülőkiképzés, mi kell ahhoz, hogy eljussanak oda, hogy tiszté avassák őket. Van olyan pilótánk, vitorlázó pilótánk, akik augusztus 20-án avattak tiszté, H145-ös
valószínűleg H-45-ösön fog majd repülni, vagy helikopteren, hogy hova kerül tovább. A fiataloknak ugye itt a kadét program, és most is lesz külön egy kadét toborzópont, lesz egy kadét pilótaprogram, ismertetőpont, szimulátorral, ha valaki kijön és érdekli az a lehetőség, akkor tud csatlakozni ide is. Merre fele van egyébként kadétképzés itt az országon belül? Nagyon sok iskolában, tehát Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, Zalaegerszegen, Fehérváron vannak kadét programban résztvevő iskolák, ennek három szintje van, HKP 1, HKP 2, HKP 3. A kadét pilótra programban most még csak egy szint, de nemrég beszéltem a Honvédelmi Sportszövetség illetékeseivel, az a cél, hogy ezt kiterjesszék, és akár későbbiekben akár a kadét programon kívüli iskolákra is kiterjesszék, az lenne az igazi. Ugye mondtuk már, hogy itt a Földön is lesznek programok, és hát azért a repteret is meg lehet azt hiszem ismerni, és be lehet járni, hogy milyen részei vannak. Vannak fejlesztések is a reptéren? Hát a repülőtér hosszú távú fejlesztési programjában a város az illetékes. Mi, mint sportrepülők, akik üzemeltetjük a repteret, mi a saját kondíciónknak, pénzügyi hátterünknek megfelelően minden évben valamit próbálunk a repülőtér színvonalán emelni. Nagyon elhanyagolt állapotú vizes blokkunk volt, ami éppen ebben az évben került felújításra sok-sok millió forintért. Terveinkben van, hogy megkezdjük egy következő hangár építését. Olyan gyorsan kinőttük a 730 négyzetméteres új hangárépületünket. Szükség van a következőnek a megvalósítására is. Hát ehhez még nem rendelkezünk elég forrással, de megpróbáljuk előkészíteni a legalább a kiviteli engedélyes terveket. És ha minden jól megy, akkor akár jövőre már egy második hangárépületben is megtekinthetik a repülőeszközöket a repülőnapra kilátogatók. Én gondolom, hogy ez nem egy kis összeg egy ilyen hangárt megépíteni. Sok-sok 10 millió forint egy ilyen hangárépület abban a minőségben, ahogy az előzőt is megépítettük. Viszont aki bemegy, az csodájára jár, hogy milyen körülmények között laknak a repülőgépek. Ugye van a reptéren ez a repüléstörténeti múzeum, úgy hívjuk, és ott mi mindent lehet megnézni? Azért az se egy kicsi helyiség, ahogy én jártam ott. Jelenleg a repüléstörténeti gyűjteményünk az a többi repülőgéppel, az üzemképes repülőgépeinkkel együtt van. Amikor nincs rendezvényünk, akkor ezeket szépen összepakoljuk, úgy mint egy hangár, akkor nem körbejárható. De idén volt egy olyan nagyszabású rendezvényünk, a Magyar Légiipari Klaszter és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen szerveztünk egy légiipari szakmai napokat, egy kétnapos rendezvényt májusban, amire több mint 800 diák jött az ország minden részéről. Ez kimondottan azzal a céllal indult, és bízunk benne, hogy ennek ilyen hagyományteremtő szerepe is lesz, hogy a magyar légiiparban dolgozó cégeket megismertessük a fiatalokkal. Nagyon kevesen tudják, de például Egerbe egy 4 méteres Airbus törzs hátsó rész készül. Igen, és az megy ki az Airbus gyárba és építik be. Az Airbus helikopterekhez is készülnek alkatrészek Gyulán. A klaszternek az a feladata, hogy ezeket a cégeket, beszerzésüket, a piacra jutásukat, az egymás közötti kommunikációkat segítse. Ennek a légipari szakmai napoknak a hátterét szintén a repülés történeti kiállítás adta, egy gyűjtemény, ahol be tudtak ülni. Az, hogy minden gyerkőcöt, 800 gyereket kivigyenek Kecskemétre, vagy kivigyenek egy aktív bázisra, az értelemszerűen nem működik. De az, hogy elhozzák ide, beleüljenek ilyen technikákba, beleüljenek szimulátorokba, a Közlekedés Tudományi Intézet elhozta a festőszimulátorát, a drónszimulátorát, a pilótaszimulátorát, és ki tudják próbálni, kedvet kapjanak. Volt olyan visszajelzés cégektől, akik azt mondta, hogy a két nap alatt szereztek 5 darab nyári gyakorlatos gyerkőcöt. Egyébként meg nem volt meg az a felületük, platformuk, ahol ezt tudtak találkozni ennyi diákkal. Tehát a gyűjteménynek az a célja, vagy az a jövőbeli célunk vele, hogy folyamatosan be tudjuk mutatni, és ne összepakolva legyen. Minden évben jönnek ki óvodások, baleset megelőzési program keretében is, tehát a gyerkőcöket alig lehet őket összeterelni és hazamenni.
kipróbálják a szimulátort, bejönnek a helikopterbe, de voltak ki rendszeresen általános iskolások, középiskolások, pályaorientációs. Tehát a gyűjteménynek van egy ilyen másodlagos feladata is. Az elsődleges az egyértelműen az, hogy Székesfehérvárhoz kötődő repülés történeti emlékeket építsük, restauráljuk, gyűjtsük, hogy ezek ne kint elrohadjanak. Ugye a fagép az egyértelmű, hogy pár évet bír kint, és utána helyrehozhatatlan állapotba kerül. És a fémgépeken is sajnos azért látszik, hogy amit mondjuk 50 évig kint tároltak, azt nagyon nehéz restaurálni. Nem szeretnénk egy nagyon nagy, tehát annyit szeretnénk, ami ebbe a múzeumban úgy bemutatható, hogy bármelyik, amikor egy iskolás csoport bejelentkezik, akkor fogja kijön, és tudjuk őket fogadni. És most a repülőnapon is ugye megnézhetik ezt a múzeumot, meg tudják nézni, amik ott vannak, éppen akkor nem bemutatóznak, de egyébként a bemutató részét is ugye meg tudják tekinteni, hogy milyenek ezek a gépek fent. Milyen manővereket látható az, aki kilátogat majd a légiparádéra? Miket lehet ilyenkor bemutatni? Ugye ez attól függ, hogy milyen repülőgépek, a műrepülőgépekkel teljes műrepülőfigurákat, amit versenyen is bemutatnak. A helikopterek értelemszerűen korlátozottabbak. Az oldtimer gépekről pedig egy likettes vagy pokettes, az meg azok a figurák, amit ők képesek megcsinálni. Mi kell ahhoz, hogy egy repülőnap nagyon sikeres legyen? Tehát, hogy milyen időjárás, mi az, ami mondjuk nem jó a gépeknek? Hát ugye vannak korlátok, vannak időjárási korlátok, látás, ebben nem lesz gond. Szél, a szélerősség az ugye ejtőernyős ugrásokat, repülőgépek bemutatóját, akár a repüléseit korlátozza. Aztán egyértelműen ugye az eső, ebben se lesz gond. A nagy meleg meg a nap az meg egyáltalán nem. A nagy meleg sem ideális a repülőgépeknek, tehát azért egy alacsonyabb hőmérséklet azok a motoroknak a felhajtóerő képletében is benne van. Levegősűrűsége, légcsavar, vonóerőre, mindenre befolyásol, de ez egy teljesen, ami ez a 32 fok, ami várható, ez teljesen vállalható és megfelelő lesz. És szoktak lenni ejtőernyősök is, ugye? Idén is lesznek, az Albatrosz Repülő Egyesület ejtőernyősei lesznek kétszer is, délelőtt és a délutáni blokkban is. Ilyenkor ilyen valami lehetős formációt nézhetünk meg? Tehát, hogy így alakzatban összeállnak és úgy érkeznek? Zászlóval fognak ugrani, füstölővel. Én nem vagyok annyira vállalkozókedvű, és én még nem is repültem soha, de akik szeretnének repülni, azoknak elég ott jelentkezni egy sétarepülésre? Mehet rá a gyerek is, vagy hogyan történik? A gyerkőcre mi azt szoktuk mondani, hogy a szülővel értelemszerűen, tehát nem egyedül, hogy ő ismeri a saját gyermekét, hogy mi az, amikor ezt élvezi. Tehát annak nincs értelme, hogy két évesen fél az egész zaj, de 3-4-5 éves gyerkőc általában ezt élvezni szokta. És akkor ott elegendő jelentkezni a sétarepülésre? Ez csak ott lehet ott sorba, és akkor annak megfelelően lesznek beosztva a különböző körökre, a különböző felszállásokra. Milyen gépekkel lehet repülni, mennyi perc időtartam, eddig repülnek ilyenkor? A merevszárnyú gépekből az ankettesek lesznek, ezek a kétfedelű, a mezőgazdaságban, ejtőernyős ugrásban, Magyarországon is nagyon kedvelt ismert gépek. Helikopterekből pedig AS-355-ös és Robinson 44-essel lehet majd repülni. Így időben mondjuk fél óra, vagy mennyit nem, repülnek ilyenkor? Nem. A helikopterekkel olyan 6-7 perc, a merevszárnyú ankettesekkel 8-10 perc. Ez azt jelenti, hogy eljönnek a belváros környékére, és akkor így ott tesznek egy kört? A repülőgépek bejönnek a belváros környékére, a helikopterek pedig a város déli részén, az Oceannál tesznek egy kört odáig. Van-e most idén valamilyen játék, vagy tombola, ha jól tudom, akkor azért létezik valami ilyesmi, és mi mindent lehet nyerni? Így van, két nagyon érdekes repülőgépre lehet majd tombolával nyereményt szerezni. Az egyik éppen a Vári Gyulának a repülőgépe, tehát egy katonai világbajnokkal repülhet a szerencsés nyertes. És a másik nyeremény az pedig talán egy még nagyobb élmény, az egykori kiképzőgép a Magyar Légierőnek, a Delfin típusú repülőgép, amivel viszont egy Börgönd-Tököl útvonalat lehet megnyerni. Lesz még harmadik meglepetés is, ami helyben történő sétarepülést fog jelenteni.
Ez, amit mondott, ez a tököli út, erre gondolom, hogyha megnyeri valaki ezt a tombolán, akkor valami időpontot kell választani. Tehát ez nem hiszem, hogy akkor ott elindul. Ez akkor ott fog elindulni, tehát mély vízbe lesz dobva a nyertes, hogy szedje össze a bátorságát, ha már megnyerte, és üljön bele egy egykori kiképző vadászgépbe, és azzal repüljön tökölig. De akkor ez már egy hosszabb út lehet, ahol úgy értem időben is hosszabb. Hát időben nem lesz nagyon mert hosszú, mert ez egy gyors gép, ez 6-700 kilométeres sebességgel repül, úgyhogy mire úgy jól körbenézeget, addigra már be is érkeznek Tököl légterébe, és elkezdődik a leszállási manőver. De hát egy óriási élmény, tehát nagyon keveseknek adatik meg, hogy ebbe a repülőgépbe utasként repülhessenek. Ugye mondta, hogy 8 óra körül már érdemes érkezni, 10 órakor van a megnyitó, meddig tartanak a programok? 18 órával fogjuk zárni a repülőnapot, és ekkor még mindig sorba szoktak állni a sétarepülés kapcsán, úgyhogy... Meg a szimulátornál, meg a helikoptereknél, tehát, még mindig a gyerkőcök, még mindig a... Szóval ez olyan, hogy sosem lehet lezárni a repülőnapot mondjuk 6 órakor, mert hogy akkor még mindig valaki valamit szeretne. De nyilván azért valamikor hát a hazarepülések, a napnyugta miatt ugye az korlátozza, hogy meddig tudunk, tehát utána, amikor vége a sétarepülésnek, akkor a gépek hazarepülnek, tehát ahhoz is kell idő. Meg hát ugye azért ezt a rendezvényre felépített kordonokat, sátrakat, berendezéseket, ezeket le kell bontani. De volt már olyan, hogy még a gyerkőcök sorba álltak, jó csinálják, és a szimulátorról a sátrat már lebontottuk, de a gyerkőcök még ott ültek benne. Hát erről még nem beszélgetünk, hogy mekkora előkészítés és mikor kezdődik az előkészítés, de most sajnos már le kell zárjuk ezt a mai beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak itt a köztérben, és hát jó repülőnapot kívánok! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, tehát most vasárnap reggel 8 órától este 18 óráig várja a Burgundy Légi Parádé az érdeklődőket. Menjenek ki, hogyha tehetik, és illetve nézzék az eget még aznap. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.